Köszöntöm a Fix Televízió nézőit, Bence Ilona vagyok, a Moksa Cseh főtalálója és a Moksa küldetés motorja. Egy kicsit most csapzottak vagyunk, a barátnőmmel, Weiss Anna Máriával fogjuk ezt a mai riportfilmet elkészíteni. Köszöntöm az Anikót is, és nagyon köszönöm, hogy ilyen fáradtan elvállalta, hogy beül velem ide a stúdióba, mert a Hősök terén az előbb körülbelül egy óra hosszája vettünk föl egy moksa teremtő gyakorlatot, és hogy miért tartjuk ezt fontosnak, hogy elterjedjen ez a gyakorlat, és hogy Magyarországon egyre többen csinálják, ezt fogjuk a mai riportfilmben elmagyarázni, erről fogunk beszélgetni. Azért tartottuk fontosnak, hogy pont ma június 20-a van, és holnap lesz a nyári napforduló, június 21-én, de az hétfő, és ezért gondoltam, hogy vasárnap több ember ráér, vagy több ember tud hozzánk csatlakozni, és olyan emberek jöttek, akik tudják azt, hogy a mai napon, illetve a holnapi napon a legnagyobb a fény. És hogy ez miért fontos? Ez azért fontos, mert a fényt hiába nem tudjuk így megfogni, de mégis nagyon nagy teremtő ereje van, és ugyanúgy nem megfogható, mint mondjuk a szeretet, vagy a becsület, a tisztesség, az egymáshoz való kedves odafordulás, de mégis, ha sokan együtt tudunk rezegni, és sokan azt a gondolatot magunkévá tudjuk tenni, hogy terjesszük a jót, terjesszük a fényt. Ugye sötétség nem létezik, a sötétség az csak a fény hiánya, akkor lehet, hogy még őszre nem, de jövő tavaszra én mindenféleképpen úgy gondolom, hogy egy olyan világban élhetünk, amit idáig el sem tudtak az emberek képzelni. Anikó, te mit gondolsz erről? Igen, pontosan így van. Én úgy gondolom, hogy mindenkinek el kellene kezdeni azt, hogy egy kicsit hozzátegyen a közöshöz, és próbáljuk meg egy szebb világot teremteni. És ez a szebb világot kezdődik, hogy először magunkba teremtünk rendet, és ha magunkban rend van, akkor a környezetünkben is rend van. És úgy gyakorlatilag úgy építkezünk. Ha megvannak az alapokra lehet építeni. És az egyetlen egy út van, visszatérni az isteni rendhez. Így van. Én úgy gondolom, és a szeretet mindenek felett, a szeretettel mindent felül lehet írni. És mi ezzel próbálunk hozzájárulni ahhoz, hogy tényleg legyen egy szebb világunk. Én azt gondolom, hogy a nők közül már nagyon-nagyon sokan rájöttek erre, hogy ezekkel a kis finom energiákkal, de ami nem kerül semmibe, egy mosoly, egy jó szándék, azért kell egy kis bátorság is, hogy igen, valamit megtegyek, hogy cselekedjek. De ezekkel a kis finom energiákkal meg tudjuk a világot változtatni. Most azt hallottam, hogy 67 ezer ember volt kint foci meccset nézni, és innen üzenem a szervezőknek, hogy ha azt a 67 ezer nagy részt férfi nézőt meg lehetne arra kérni, hogy 5 percig esetleg maradjanak csendbe, vagy ne adj Isten, akár csinálhatnak egy moksa teremtő gyakorlatot is, ami nagyon-nagyon egyszerű, csak annyi, hogy a föld felől fölhúzzuk az energiát, egy belégzése és egy kilégzése pedig visszavisszük az energiát, és közben elgondoljuk, hogy az egész földbolygót körbeveszi a szeretet, a jó szándék, a béke, az egymásra figyelés, és hogyha 67 ezer ember, ezt ha nem is 5 percig, mondjuk azt, hogy 2 percig, csak 2 percig, egymással hangolódva, odafigyelve, és a földre hangolódva, ha meg tudná tenni,
azonnal beköszönhetne mindnyájunk számára a földi paradicsom, vagy az aranykor. Szerinted elképzelhető ez a dolog, hogy egy stadionban 2 percet rászánnának mondjuk egy ilyen teremtő gyakorlatra? Hát szerintem igen, elképzelhető. Szerintem ez is egy szervezés kérdése. Ha lenne egy olyan ember, aki ezt megszervezné, én úgy gondolom, hogy még a magyar futballcsapatnak is sokkal jobb lenne a teljesítménye, mert olyan energiákat tud megmozdítani, hogy én úgy gondolom, hogy igen, lehetséges. Reméljük, hogy nem tudjuk előre megmondani, hogy mennyi időbe fog az telni, amíg a döntéshozókat, vagy akik még most nem annyira érzékelik azt, hogy a finom energiák mennyire fontosak, hogy ilyen nagyon nagy csoportba be lehessen vonni. Igen. Mert hogyha azt nézzük, hogy ha nem lenne olyan ember, aki valamiféle agresszív tevékenységet csinál, akkor nem lenne szükség egy csomó olyan intézkedése, meg egy csomó olyan intézményre, ami most csak viszi a pénzt, csak problémákat okoz, nehéz fenntartani. És ezeket mind az aranykorban, amikor minden ember a földi paradicsomban él, ezeket így mind szépen meg lehetne szüntetni. A legjobb világ az lenne, amikor olyan világban tudnánk élni, hogy mondjuk ne is kelljen akár az ajtókat sem bezárni. Egy barátom mesélte, hogy 15 évvel ezelőtt volt kint Norvégiában, és nem is Finnországban, és nagyon fönn északon volt ennek a jó szituált üzletembernek egy nyaralója, és vagy telelője. Ugye ott nem olyan hosszú a nyár, tehát télen is szoktak oda utazni, és kocsival mentek föl, több 10 kilométeren, 100 kilométeren nem volt semmi, és egyszer csak előbukkant a nyaraló vagy telelő a semmiből. És oda mentek, és az illető így fölnyúlt a gerendához, és onnan levett egy olyan kulcsot, mint ami nem egy ilyen nagyon biztonsági kulcs, hanem mondjuk csak egy ilyen, nálunk egy mellékhelyiségeket zárnának be egy olyan kulcssal, és a barátom el volt képedve, és akkor az elképedését meglátva mondta az úr, hogy nálunk Finnországban ez a szokás, hogy nem kell bezárni különösebben a házakat, illetve hát, ha mégis bezárjuk, akkor ide tesszük föl a kulcsot, és mindenki tudja, hogy ott van a kulcs, mert ha valaki bajba kerül, akkor tudja használni azt a házat, és az a szokás, hogy ott alszik, elrendezi maga után, kitakarítja, ha fogyasztott esetleg valami kávét, vagy teát, vagy alkoholt, vagy bármit, amivel föl van szerelve a ház, akkor ott hagy érte valamennyi pénzt, hogy a tulajdonos ne érje ebből veszteség, és mindenki jól jár. Okay. Na most ezekkel a moksa teremtő gyakorlatokkal mi azt szeretnénk, és abban hiszünk, hogyha nagyon-nagyon sok ember átveszi ezeket a finom rezgéseket, ezeket a finom energiákat, és ha még nem is 67 ezer ember együtt a stadionban, hanem csak mindenki otthon. Mert lehet, hogy a férfiak egymás előtt ezt szégyelnék, hogy hát ilyen furcsaságokkal töltik az időt, de lehet, hogy otthon van olyan, aki otthon azért nem szégyelli. Okay. És mivel egy láthatatlan szállal minden és mindenki össze van kötve, ezért teljesen mindegy, hogy együtt csináljuk, vagy külön csináljuk, hanem csak egy a lényeg, hogy majdnem minden ember, mert azt nem lehet mondani, hogy minden ember, mert igenis vannak olyanok, akik teljesen másképpen gondolkodnak, tehát el kell fogadni azt is, de hogy nagyon-nagyon sok ember a napjából, ha többet nem, csak 5 percet, tehát ha 5 percet rászán valaki erre a gyakorlatra,
a Facebook élőbe szoktam ezt népszerűsíteni, vagy itt a Fix TV-n és egy kis reklámfilmben is mutatjuk, hogy hogy csináljuk, mint csináljuk, tehát abszolút nem nehéz, és a sok kicsi sokra megy, és én azt gondolom, hogy innen Magyarországról fog elindulni az a folyamat, hogy nagyon jó legyünk. Tehát a Földön minden egyes ember nagyon jó legyen, hogy végre valahára már emberhez méltóan éljen. A Dalai Láma is azt mondta, hogy Magyarország az a hely, és ez a nép az a nép, aki ezt meg tudja csinálni. És én azt gondolom, hogy annál is inkább, mert nálunk 500 ezer ember elvégezte az agykontroll tanfolyamot. És ez az 500 ezer ember a lakosságnak a 20%-a megtapasztalta, hogy ezek a finom energiák. Tehát csak az, hogyha csinálunk egy gondolat nagy takarítást, hogyha a gondolatainkból kivesszük a rosszat, a negatívat, az irigységet, a büszkeséget, a szégyent, a haragot, a sóvárgást, a bűntudatot. Tehát ha csak a gondolatainkból, a gondolatainkat meg tudjuk figyelni, és kivesszük ezeket a negatív dolgokat, már azzal nagyon sokat segítünk magunknak, és a többi embernek is. Anikó, szerinted, ha 20%-nyi ember tudja itt nálunk Magyarországon, hogyha elültetek egy babot, és arra szeretettel gondolok, a másik babot elültetem, arra pedig sehogyan se gondolok, csak épp, hogy a minimális létfeltételeket biztosítom neki, akkor egy hét múlva az a bab, akire szeretettel gondolok, kiveszem a negatív gondolatokat, meg esetleg tudok befele is figyelni, és belülről is kiveszem a negatív érzéseket. Ha magamon észreveszem, igen, hogy már megint valamitől félek, vagy igen, szorongok, vagy negatív módon cselekszem, gondolkodom, és hogyha ezt ki tudjuk venni, akkor innen fog elindulni az a folyamat, hogy végre valahára a 21. században emberhez méltóan tudunk élni. Így van. Igen, pontosan így van, mert ha most körülnézünk, mi megy a médiába? Egyszerűen felháborító. Csak a negatív dolgok, csak azokat a dolgokat mondják, hogy féljetek. Nem, ne féljünk, hanem gondolkodjatok józan paraszti ésszel, nézzetek körül a környezetetekbe, hogy mi zajlik, mi van, jól vagyok. Én jól vagyok, jól van a szomszédom, ő is jól van. Akkor fogjunk össze, és igenis, meg tudjuk csinálni, ha egyszerűen a jóra, a szeretetre, a mosolyra, a más megsegítésére gondolunk. Én azt hiszem, hogy itt van az egészben a kulcs, hogy maradjunk emberek, nem vagyunk egymás ellensége. Ezt mindenki értse meg, hogy nem vagyunk egymás ellenségei. Egyformák vagyunk, minden egyformán. Szintől, fajtól, minden tekintetben egyformák vagyunk, és ugyanazt tudjuk, mindenkiben itt van benne a szeretet, itt van benne az az isteni erő. Hát akkor használjuk a jóra, adjunk egy mosolyt a másiknak, kérdezzük meg, hogy van, segítsünk neki, amiben tudunk. És én úgy gondolom, ha minél többen elkezdik, akkor képesek vagyunk rá, hogy felépítsünk tényleg egy olyan világot, ami jár nekünk. Így van. Mert jár nekünk, nem a félelem jár. Így van, meg az aggódás, meg a igen, szorongás, meg a hiány, meg a betegség, meg a rosszulét. Ezt nagyon széles alapokon, tehát ha nagyon-nagyon széles alapokon, alulról fölfele építkezve. Csak így lehet. Így tehát van. Fölülről nem lehet várni azt, nem, hogy itt jó világ lesz, mert egy ország vezetése mindig olyan, mint az ország lakosságának az átlaga. Tehát amilyen az ország lakosságának az átlag rezgésszintje, átlag energiaszintje, pont olyan mindig a vezetés is. Ez törvényszerűség. Tehát ott kell elindulnunk, hogy magunkat kell tudni rendbe tenni. Nekem Bence Ilonának kell jó lennem minden áldott nap, reggeltől estig.
nekem kell örömben, fényben élni. Mert ha én örömben, fényben élek, azt észreveszi az én szűkebb környezetem, észreveszi az én tágabb környezetem, és hogyha ezt sugározzuk magunk körül, és ha valóban tényleg jól vagyunk, tehát most az a nagy szerencse ebben a furcsa, szokatlan helyzetben is, hogy egyénileg lehet nagyon jól lenni. Tehát egyénileg lehet azt választani, hogy igenis, megteremtem saját magamnak a földi paradicsomomat. Megteremtem azt, hogy egészséges maradjak, ha esetleg megbetegedtem, akkor utána járok, hogy hogyan tudom elérni azt a nagyon magas rezgésszintet. Igen, az 500-ason fölül van. Az 540-es a feltétel nélküli szeretetnek a rezgésszintje, meg az öngyógyításnak, meg az öngyógyulásnak a rezgésszintje. De ha naponta csak pár percet, csak kicsi bepillantásom van abban a nagyon magas tudatossági szintben, akkor az öngyógyító folyamatok beindulnak a szervezetemben. És mindenki ugyanígy működik. Mindenki kivétel nélkül ugyanígy működik, és ha csak párszor megtapasztalom, hogy a Teremtő engem is, téged is, mindnyájunkat úgy teremtett meg, hogy mindnyájan képesek vagyunk bármikor, bármiből regenerálni magunkat, meggyógyulni. És hogyha az egészség területén legalább részben öngondoskodók vagyunk, akkor ez nagyon nagy erőt tud adni. Aztán ugyanezt meg tudjuk tenni az emberi kapcsolatokkal is. Ha valaki haragban van valakivel, a szomszédjával, az anyósával, a gyerekével, akkor semmi más nem szükséges, csak egy elhatározás. Csak egyetlen egy elhatározás, hogy aki igazán fontos, azzal nagyon jó viszonyban legyek. És nagyon sokan panaszkodtak nekem az elmúlt 15 évben, amióta nap mint nap emberekkel foglalkozom, hogy ők olyan szegények, betegek, elhagyatottak, és nem tudnak semmit se lépni. És akkor mindig azt tanácsoltam, hogy én azt tapasztaltam, hogy nem lehet az ember olyan rossz állapotba, hogy ne találjon egy olyan szemét, aki sajnos egy kicsit még rosszabbul van. És hogyha elkezd segíteni annak a még rosszabb állapotban lévő személynek, akkor saját maga meg fogja tapasztalni, hogy mind a ketten elkezdenek gyógyulni, és mind a ketten együtt elkezdenek emelkedni. Tehát mindig lehet találni bármiféle, akár egy szociális otthonban, vagy egy kórházban is, vagy bárhol lehet mindig olyan személyt találni, akit senki nem látogat, aki nagyon-nagyon rászorul az odafigyelése, a gondoskodása. És aki még mondjuk nincsen olyan helyen, ha magát rendbe szeretné tenni, akkor az a javaslatom, hogy kezdjen el segíteni. Kezdjen el segíteni egy olyan személynek, akinek esetleg még ő tőle is kevesebb lehetősége van. És hogyha ezt nem csak mondjuk, hanem valóban megtesszük, akkor meg fogjuk saját magunkon tapasztalni, hogy a Teremtő úgy teremtett meg bennünket, hogy nem akarja azt, hogy betegek legyünk, nem akarja azt, hogy hiányban éljünk, és azt sem akarja, hogy háborozzunk, vagy veszekedjünk egymással, vagy agyonbüntetgessük egymást. Múltkor, mikor itt voltunk fölvenni a műsort, hát nem tudom, öten voltunk, hármunkat megbüntettek az autóparkolás miatt. Tehát ezeken az apró dolgokon kell tudni változtatni, hogy nem a büntetésekre meg a leckésztetésre kellene koncentrálni, hanem meg kellene tudnunk fordítani. Így van. Segíteni egymáson. És a másik dolog, ami nagyon fontos, hogy legyünk hálásak. Legyünk hálásak, hogy hol ilyen szép helyen élünk, mint Magyarország. Igazából itt Magyarországon megvan minden. Csak tényleg rajtunk, embereken múlik az, hogy hogyan tudjuk jobbá tenni. És ha hálás vagyok, akkor az a hála, az megsokszorozza azt, amit én visszakapok. Meg ha segítek valakinek, azt is visszakapom. Tehát mindig gondoljunk bele abba, hogy mit gondolunk, mit mondunk a másikról. Mert amit mondasz, azt általában
azt te is ugyanúgy vissza fogod kapni, ha rosszat mondasz, akkor visszaszáll rád a rossz. Tehát akkor miért ne tudjunk jót teremteni? Ez így van, ez így van. A gondolatokkal teremtjük a valóságot. Amit gondolunk, az válik valóra. Így van, és ez például, hogy hála, ezt nagyon jól mondod, mert ha valaki ezt is be, a moksa teremtő gyakorlatot beiktatja az életébe, azt a pár percet, mondom, bárki el tudja sajátítani, nagyon-nagyon egyszerű, illetve ha beiktatja a hálát. Tehát mondjuk arra sem kell sok, egy fél perc alatt, körülbelül 30 másodperc, végig lehet gondolni, hogy miért tudok hálás lenni. És ha valaki ezt megcsinálja, akkor saját magán megtapasztalja, és azonnal, tehát szinte egy nap alatt meg lehet tapasztalni, hogy egészen másképpen telik a nap. Igen, és én körülbelül egy éve csinálom ezt a hála gyakorlatot, mondjuk így, hogy miért is vagyok hálás. És azt vettem észre, hogy már olyan sok idő eltelik, mert annyi mindenért hálás lehetek. És ez tényleg így van. Hálás vagyok, hogy egészséges vagyok, hálás vagyok a családomért, hálás vagyok a gyerekeimért. Szóval hálás vagyok, hogy van hol lakni, van mit enni nap mint nap. Szóval ha végignézi, gondolják, akkor nagyon-nagyon sok mindenért hálásak lehetünk, és nem szabad elfelejteni, hogy igenis, hogy köszönjük meg minden nap azt a napot, hogy igen, kaptam egy szép napot ma is, és miért lehetek hálás? Így van. Meg kell próbálni, nagyon nagy változások jönnek az életünkbe. Így van, és az a törvényszerűség, hogy minél többet beadok a nagy egészbe, annál több visszaáramlik hozzám. Tehát a szlogenünk az, hogy egészség, megőrzés, fiatalság, szépség, és hogyha valaki elkezd így szívből élni, akkor magán meg fogja tapasztalni, hogy lelassulnak az öregedési folyamatok, és egy nagyon-nagyon hosszú életkort tud megélni. Úgy, hogy rugalmas marad, hajlékony marad, fiatal marad, és bőségben él, bőségben és szeretetben él. Tehát azt gondolom, hogy amit el lehet érni itt a Földön, ezek a legnagyobb dolgok. És ilyen kis láthatatlan, kis finom változtatásokkal, finom energiákkal, most ez a nagyon nagy lehetőség ebben az időszakban, hogy meg tudjuk változtatni, gyökeresen meg tudjuk változtatni az életünket, és ha nekünk magyaroknak ide sikerül a Kárpát-medencére, és a kinti magyarokon, a diaszpórákban élő magyarokon keresztül, meg esetleg sikerül még tovább a földre is kiterjeszteni ezt a jótékony energiát, akkor végre valahára valóban visszatudja ez a nép szerezni azt a fajta tartást és méltóságot, ami azért nagyon kijárna nekünk. Igen, ez így van pontosan, és azt hiszem, hogy tényleg rajtunk múlik minden. Arra kérünk mindenkit, hogy kezdjék el, próbálják meg. Nem kell elhinni, amit mi most itt mondunk, hanem meg kell próbálni. Nagyon-nagyon működik ez a dolog. A léleknek is szüksége van arra, hogy egy kicsit tápláljuk. Így van. Lejárt az időnk, úgy látom, de következő műsort is nézzék meg, megkeressék a YouTube csatornán és a Fix TV-nek a Moksa, illetve egyéb más műsorait is. Nagyon köszönöm, hogy velünk voltak, viszontlátásra! Viszontlátásra!